Béradás a kórházban, népszerű a kézilabda, alaszkai vízimadár a Tiszatónál, sikeresek a karthagi ebtenyésztők. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 28-án 18 óra 5 perckor. Évente több százezer egység vér gyűjt be, és szigorú ellenőrzések után bocsátja a rászorulók rendelkezésére. Munkájuk mégis szinte láthatatlan, annak ellenére, hogy napi 1800 véradó meglétét próbálják elősegíteni ahhoz, hogy a vérkészlet mennyisége elérje a mintegy 5-6 napos felhasználásra elengedő szintet. Városunk egészségügyi intézménye, a Kátai Gábor Kórház minden hónapban szervez önkéntes véradásokat. Ehhez a kezdeményezéshez az évek alatt a település más intézményei is csatlakoztak. Így például az Agrosprint ZRT, illetve a Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium. Mint orvos Anett Csillától a Magyar Vöröskereszt Jászlanykun Szolnok megyei szervezetének Karcag területi képviselőjétől és szakmai vezetőjétől megtudtuk. Nagyon fontos a vérkészítmények pótlása hazánk. Nem csak ugye a baleseti sérülteknek az ellátásához, különböző transzfúziókra váróknak az ellátásához, hanem különböző vérkészítményekhez is kell, hogy ugye ezek rendelkezésre álljanak. A továbbiakban szólt arról is, hogy egyre kevesebb a véradó száma Magyarországon, és ezzel egyenes arányban egyre nehezebb azt a megfelelő létszámot produkálni, ami a biztonságos véradás meglétéhez szükségeltetik. A Magyar Vöröskereszt ugye önkéntes véradásokat szervez, és ugye ezért is fontos az, hogy tehát önként és tehát jó szívvel jöjjenek az emberek, és azt gondolom, hogy sokszor nem is gondolják át azt, hogy mennyire fontos ez a dolog, hiszen sokszor akkor találkozunk már például irányított véradásra jelentkezőkkel, akik ugye egy-egy műtéthez, vagy a rokonuk, a családtagjuk számára szeretnének ugye vérkészítményt szerezni, és én azt látom, hogy nem igazán gondolnak ebbe előre bele az emberek, hogy bizony-bizony bármikor tényleg egy hozzánk közel álló személy is kerülhet olyan helyzetbe, hogy számára ez szükséges. Számos ismert személy kapcsolódik rendszeresen a programhoz, és állnak ki a jó ügy érdekében. Ebben a hónapban városunk és térségünk országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor, valamint Hubai Imre, a Jászlanykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke is adott vért. Legutóbb sorkatonaként közel 30 évvel ezelőtt adtam vért, és úgy gondolom, hogy második alkalommal itt 45 éves korom után is ennek az állampolgári kötelezettségemnek eleget tudok tenni. Nyilvánvaló, hogy azok, akik rászorulnak a vérrel vérkészítményekre, ők minden cseppvérnek nagyon örülnek, de akik egészségesek vagyunk és tehetünk azért, hogy számukra az ellátás biztonsága megalapozott legyen, nekünk kötelességünk is, hogy segítsünk rajtuk. Egyszer mi is kerülhetünk olyan helyzetben, amikor szükségünk lehet vérre, és akkor bizony életmentő is lehet, hogy van-e olyan vér vagy vérkészítmény, ami rendelkezésre áll, és ha nincs, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy mi volt az, amit megtehetünk volna annak idején mi is a polgártársainkért, és mi az, amit ha értünk megtesznek, az nekünk ugyanolyan jó. Azért is fontos, mert ezek a készítmények nem hosszú szavatosságúak, és a szavatosság lejárása után már nem használhatóak föl. Számunkra a folyamatos ellátás biztosítás érdekében ennek a rövid szavatosságú készítménynek az előállításához csak a mi vérünk alkalmas, az emberi vér. És amíg az emberi vér ilyen bőségben áll rendelkezésre, és amíg vannak tenni akaró emberek, addig lehetőséget is kapnak arra, hogy adhassanak vért, és ez szolidaritás is részünkről, hiszen olyan embereken tudunk segíteni, akiknek valóban az életük megmentéséhez lehet ez fontos. Elmondták, hogy fontos a véradás, hiszen aki vért ad, az egyet jelent azzal, hogy egészséges. Minél több területen kell ösztönözni a fiatalokat is arra, hogy elmenjenek vért adni. Én régebben rendszeres véradó voltam, egy jó néhány évet kihagytam, de úgy gondolom, hogy fontos vért adni, hiszen segíthetünk így az embereken, és hát egyre több felhívás van akár televízióban, rádióban, hogy talán lehet, hogy kevés a véradó, de azt látom, amikor itt én is sorbáltam, hogy nagyon sokan jönnek, nagyon sok az önkéntes véradó, és ez egy jó dolog. Így is tudunk segíteni másokon, és hát ne adj Isten családba, vagy saját magunknak egyszer vér kell, ugyanígy fognak segíteni rajtunk is. Én azt látom, hogy figyelemfelhívással,
akár reklámozni kell azt, hogy ez egy jó dolog, ez egy olyan segítség, amit mindenki adhat, aki egészséges. És ez egy nagyon jó dolog, hogyha valaki vért adhat, mert azt jelenti, hogy egészséges, tud segíteni másokon, és jó segíteni, jó az az érzés is, hogy az ember vére jó helyre kerül, életet ment, és olyan embereken segít, akinek az élete nagyon nehéz helyzetben van, tehát akár betegség, akár műtét, akár baleset, és hát sok ismerős volt nekem is, akinek műtét volt, műtétre várt, és akkor az ismerősök is adtak vért, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, és minél több embert kell rábeszélni arra, hogy segítsünk, adjunk vért, mert hogyha vért adhatunk, az azt jelenti, hogy mi egészségesek vagyunk. A sütő kézisuliban a fiúk edzéseit a Kiskulcsosi iskola tornatermében Nagy Csaba tartja. Vele beszélgettünk az edzés előtt. Kiderült, kicsit nehezebb a fiúkkal edzeni, mint a lányokkal, mert sokkal több energiát kell levezetni egy-egy edzésen, árulj el az edző, aki ma is aktív játékos. Ez a társaságnak a fele most kezdte, vagy tavaly, valaki már 2 éve jár edzésre. Azt mondom, hogy kell még nekik idő, de a legfontosabb az, hogy a fegyelmet, a rendet megtanulják, kovácsolódjanak össze egy csapatként, és akkor minden rendben fog menni. Az, hogy edzőjük ma is aktívan kézilabdázik, kérdezgetik meccsek után, és megfogadják a tanácsait is, amit edzéseken kapnak tőle. Már kezdenek csapatként is összeállni, és a legfontosabb, hogy nem tévéznek, telefonnyunkodnak, hanem sportolnak, még akkor is, ha nem lesznek válogatottak. Nem is az a cél, hogy válogatott sportolókat neveljünk ki, de remélhetőleg, hogyha úgy van, akkor azt nem fogjuk bánni. A Kiskulcsos iskola azért jó, mert ugye egésznapos iskola, és 4 óra után egyből ide jönnek a gyerekek, nem mennek haza, hanem egyből itt én összeszedem a kis társaságot, és akkor itt edzünk még 1 óra hosszát. Van 1-2, aki már ügyes, de lehet, hogy a többieknek még idő kell, és ezt még most így nem lehet megmondani, hogy kiből lesz esetleg jó, vagy kevésbé jobb játékos. Idő kell mindenkinek. Még nem lehet látni ilyen fiatal korban, hogy valaki tehetséges-e, de ha komolyan veszi és kitartó lesz, lehet még NB1-es játékos is köztük, állítja az edző, aki azért választotta általánosban sportiskolásként a kézilabdát a foci helyett, mert balkezesként ebben a sportágban tudott jobban kibontakozni. Én általános iskola 2. koromban kezdtem el kézilabdázni, én egy sportiskolába jártam, és lehetett választani, hogy foci vagy kézilabda. Én a kézilabdát választottam. Balkezes voltam, egyrészt azért, és a testnevelő tanárom is inkább erre beszélt rá, hogy balkézzel sokra vihetem. Szeretné, ha a diákjai komolyan vennék a sportot, mint ahogy ő tette. A szülők visszajelzése az, hogy nem lehetne még kicsit többet edzeni, mert nem nagyon fáradnak el a fiúk, pedig én mindent megteszek ezért, mondja Nagy Csaba. Fehér csőrű búvárt kaptak Lencse végre Abátszalókon, aminek egyáltalán nem hazánk az előfordulási helye. A most észlelt fehér csőrű búvár előfordulási helye az északi sarkon Oroszország, Alaszka és Kanada területei, télen pedig Norvégia, Kelet-Szibéria és Nyugat-Kanada tengerpartjai mentére húzódik. Legelőször 2016-ban láttak egy példányt a Balatonnál, egész pontosan Balatonfürdvárnál, majd idén februárban is felfedte magát a madár Hódmezővásárhely környékén, így a mostani Abátszalóknál úszkáló fehér csőrű észlelés a sorban a 3. Hírműsorunkban már beszámoltunk a nemrégiben megtartott cackutya kiállításról. Hírstúdiónkban már itt van Fülöp Norbert, MEUE karcagi elnöke, akivel az egyesület sikereiről beszélünk. Köszöntelek, Norbi, a stúdióban. Szia, és köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit. Elsőnek is, mielőtt rátérnék az országos cackutya kiállításra, ami nemrégiben volt Karcagon, beszéljünk egy picit az Ebbtenyésztők Országos Egyesületéről néhány gondolatban. Tulajdonképpen mi is ez az egyesület, mivel foglalkozik ez az egyesület? Ez egy régi, tradicionális szervezet itt a városunkban, amelyet több mint 30 éve alapították. Lelkes kutyatartó, kutyatenyésztők, és ennek az egyesületnek a célja, hogy maga köré gyűjti azokat a fiatalokat, idősebbeket, férfiakat, nőket egyaránt, akik a kutyát tenyésztik és kiállításra hordják. Tehát ez nem egy állatvédő szervezet, itt kizárólag a tenyésztőkkel tartjuk a kapcsolatot, a tenyésztők tartoznak a köreinkbe,
valamint van még az Egyesületnek egy kutyaiskolája, és azok a tagok is csatlakoznak még hozzánk, akik kutyát szeretnének tanítatni az Egyesületünk kiképzőpályáján. Karcagon is természetesen működik az alapszervezet. Jelenleg hány tag csatlakozott hozzátok? Hát ez egy régi szervezet, és még a boldogabb időkben 100-200 fővel dolgozott a szervezet. Mikor én átvettem az Egyesületet 2008-ban, akkor 60 fővel működött az Egyesület, 60 taggal, de sajnos lecsökkent 16 főre ebben az évben. Ennek a problémának az oka egyébként ott keresendő, hogy a politikai életben megjelent egy úgynevezett szervezet, ami egy elismert tenyésztői szervezet, és minden fajtát maga köré gyűjtött. Tehát minden fajtának egy külön szervezete alakult, és a városban lévő tagok inkább ezeket a szervezeteket választották, hiszen csak ezen szervezet tagságiával tudtak különféle szolgáltatást, mint például törzskönyvezést igénybe venni, így a helyi szervezetnek egy kicsit a létjogosultsága megszűnt. A politikai téren ez is megváltozott, és visszakaptuk azokat a jogosultságokat, amit korábban, azonban a tagok sajnos már hozzászoktak a klub élethez, a klubban működő szervezeti struktúrához, és így már nem támogatnak minket a tagsági díjukkal, és így ezek a tagok már nem jöttek vissza sajnos, és így most csak 16 lelkes fővel dolgozunk együtt. Ugye kutyatenyésztőkről beszélünk, a 16 tag milyen kutyákkal csatlakozott az Egyesülethez, lehet ezt tudni? Hát igazából lehet tudni, de nagyon változó, nagyon nagy a szóráskép. Igazából elismert fajtákról van szó, ami az FCI világszervezet által elismert fajták. Tényleg nagyon sokféle van, német juhász, rottweiler, Doberman, Pincser, én például olasz vizslákat tenyésztem. Adódik a kérdés, hogy a magyar kutyafajtákat tenyésztik-e még itt, akár itt Karcagon a környéken? Hogyne, igen, igen. Nagyon sokan tenyésztik, és sokan választják a magyar fajtákat, ugye 9 magyar kutyafajtáról lévén szó. Tenyésztik a pulit, a mudit, a magyar vizslát. Azt gondolom, hogy talán még a komondort is tartják, tenyésztik itt Karcagon. Ugye a rövidszőrű magyar vizsla az inkább populárisabb, mint a drótszőrű. Én úgy gondolom, hogy Karcagon nem tenyésztenek drótszőrű magyar vizslát, erdélyi kopót viszont igen. Ugye nemrégiben volt ez a CAC országos kutya kiállítás. Miről szól ez a kiállítás? Kik neveznek, vagy mennek el erre? Az országos kutya kiállításunk az az ernyő szervezetünk, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége éves rendezvény naptárában szerepel, és minden előző évben meghirdetnek egy pályázatot, amelyre a helyi szervezetek, tehát vidéki szervezetek pályázhatnak kiállítás rendezésre. Ez adott esetben így történt nálunk is. Mi tavalyi évben nyújtottuk be a pályázatunkat, és nyertük el, hogy rendezhetünk ebben az évben CAC kutyakiállítást. Erre a rendezvényre kizárólag fajtatiszta ebek törzskönyvezett változatai vehetnek részt. Milyen lebonyolítási rendszerben működött ez itt Karcagon? Hányan érkeztek ide, és milyen fajták domináltak? Ez egy jó kérdés. Igazából ez egy rendhagyó kiállítás volt az én vezetésem alatt, és korábban sem történt még ilyen, egy dupla kiállítás volt. Egyébként az idei évtől ez már egy megszokott rendezési forma az országban. Ez azt jelenti, hogy reggel kezdődött egy kutyakiállítás, aminek vége lett délután 2 óra körül, és 3 óra körül kezdődött egy újabb kutyakiállítás. Tehát ez egy napon dupla kiállítást jelent. Fajták tekintetében nagyon nagy a szóráskép ismételten, 125 fajta nevezett, tehát 125 különböző fajta nevezett. Igazából az össznevezés szám az elérte a több mint 800 főt. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kiállító ugye egy költségen két kiállítást abszolválhatott, így nevezett a délelőtti és délutáni kiállításra. Voltak azonban olyanok is, akik csak a délelőtti kiállításra neveztek, és voltak olyanok, akik csak a délutánira. De még egyszer mondom, többségében mindkét kiállításra neveztek. A kiállításról beszélünk nevezéssel, tehát ez valamilyen szintű verseny is, vagy inkább csak egy tapasztalatcsere? Ez igazából mind a kettő versenyzés, és ugye a versenyzés magával hozza ezeket a tapasztalatokat úgy a kutyák felvezetésében, valamint a tenyésztésben. Tehát ilyenkor egy tenyésztő vizsgálja azokat az egyedeket, akik ővele konkurálnak, hogy esetleg tudnak-e tőle kutyust vásárolni, vagy pedig fedeztetni a későbbiekben. Tehát ez mindenképpen egy szakmai nap is a tenyésztőknek. A
kiállítóknak is egyaránt, valamint a nézőknek pedig egy kiváló szórakozás. Egyébként nagyon éles versenyek szoktak itt lenni, hiszen szerencsére az országban kiváló genetikai egyedek élnek, és tényleg sokszor nüansznyi különbségek döntenek a kiállítás végeredményében. Ha le tudjuk egy picit egyszerűsíteni, ilyenkor hogy versenyeznek a tenyésztők? Tehát mondjuk a zsűri mit néz? Értem. Tehát az FCI, az a világszervezet 10 fajta csoportba osztotta a világ kutyafajtáit. Minden fajta csoport külön versenyez, és minden fajta csoporton belül a fajták is külön versenyeznek. Tehát minden fajta kizárólag csak önmagával versenyez fajtán belül. Tehát például a Doberman a Rottweilerre nem összevetésben csak. Tehát az a lényeg, hogy megérkeznek a kiállítók, és akkor például emeljünk ki egyet, mondjuk a magyar vizsla. Magyar vizslákat beszólítják a körben, és akkor lebírálják őket egyedenként. Egyedenként minősülnek, majd kiválasztja a bíró, egyébként egyfős bíró van a kiállítási ringben, kiválasztja az adott fajtának a győztesét, az úgynevezett fajta győztest. És ugye, mint mondottam, a 10 fajta csoport van, és minden fajta csoportban a fajta győztes egyedek konkurálnak a fajta csoport győztes címért, tehát végeredményben lesz 10 fajta csoport győztes egyed, és a végén ők konkurálnak a kiállítás legszebb kutyája, az a Best in Show címért. Mit jelent egy ilyen címet elnyerni? Mit jelent ez egy tenyésztőnek? Igazából sokat kell, hogy jelentsen, bár azt mondom, hogy nagyon sok kiállítás van egy évben, és a nevezett fajták tekintetében alacsony a részvétel, és így azt gondolom, hogy egy kicsit értéktelen ez a fajta győztes cím, bár ugye emögött tudjuk azt, hogy nagyon sok munka van legtöbbször. Tehát nagyon sok olyan fajta van, ugye 126-ot említettem, nagyon sok olyan fajta volt, ahol csak ez az egy egyed volt például. Tehát egy ilyen egyszemélyes győzelem az önmagában, én azt gondolom, hogy keveset ér, tehát kevesebbet ér, mint hogyha egy 30 fős mezőnyből lett volna fajta győztes. Igazából a végeredmény ugyanaz, hiszen hogyha a bíró úgy ítéli meg az egyedet, hogy nem jogosult annak a címnek a viselésére, akkor joga van a címet magában tartani, tehát nem kiadni a kutyának, hogyha az olyan egyed. Említetted, hogy ugye vidéki városokból érkeztek ide Karcagra. Na, beszéljünk a karcagiakról, hány nevező volt Karcagról, és ha lehet tudni, akkor milyen eredményeket értetek el? Hát szép számmal neveztek ugye az országból, szerencsére külföldről is. Igazából Karcag is képviseltette magát, a karcagi lakosok, bár én azt szoktam kérni a kiállítóimtól, illetve a tagjaimtól, hogy erre a kiállításra ne nevezzenek. Ez többé-kevésbé össze is szokott jönni, bár mondjuk egyszer mondom, érkeztek nevezések szép számmal, hiszen nem szeretem azt, hogyha esetleg egy karcagi kutya nyer, persze miért ne nyerhetne, de nem szeretném azt, hogy azt halljam vissza, hogy azért, mert ő karcagi és azért nyer. Én azt gondolom, hogy rengeteg munka van egy ilyen kiállítás megszervezésével, és minden tagot inkább arra buzdítok, hogy inkább a háttérben segítse azt, hogy mások örülhessenek, élvezhessék ezt a kiállítást, és se nevezzenek. Tehát a kérdésedre válaszolva neveztek, több mint 10 kutya, szerintem olyan kb. 20 kutya is, és nagyon sok szép eredmény született, lettek köztük fajta győztes egyedek is szép számmal. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!